elszámolta a Migration Aid, a civil szervezetet vagy szerveződést már a kezdetek óta támadták azzal, hogy hogyan fog tudni elszámolni a beérkező adományokkal. Ezt ma megtették. Műzliszelet, fogkefe, pelenka, ilyen is ehhez hasonló tételek vannak a listán, és persze több mint 70 ezer önkéntes munkaóra. Hadházi Fanni riportja. Közel 500 önkéntes segítette a Migration Aid munkáját az elmúlt hónapokban. Ők több mint 70 ezer munkaórát dolgoztak, és rengeteg tárgyi adományt osztottak szét. Azonban nagyon sokan támadták a szervezetet azzal, hogy nem fognak tudni elszámolni ezekkel az adományokkal. Ezt azonban ma megtették, egészen pontosan az utolsó buborék folyóig. És akkor nézzük a számokat. Az adományokat tételesen listázták. Jelentésükből látható, hogy például több mint 140 ezer üvegvizet osztottak szét, majdnem 100 ezer műzliszeletet és több mint 73 ezer különböző tisztálkodószert is. Az adományokat javarészt hétköznapi emberektől kapták, sok kicsi sokra megy alapon. Bankszámlájuk nincs, így pénzügyi segítséget nem tudtak volna elfogadni. Erre csak nagyon különleges alkalmakkor került sor. Tehát volt olyan, hogy valaki jött, hogy ő most szeretne 5000 forintot adni, akkor volt olyan, mondtuk azt, hogy ennek az önkéntesnek a telefonszámlája 17 ezer forint, hogyha ő most 5 ezer forintot ebbe beletámogat, akkor ez egy célirányos támogatás, hiszen nekik telefonáltunk, jó, rendben van, befizette, tehát ez abszolút egyéni döntés alapján nagyon-nagyon rugalmasan zajlott. Egyedül a gyógyszerek esetében kaptak pénzt, de azt egy külön alapítvány intézte, akik amúgy is ezzel foglalkoznak. Itt majdnem 37 millió forint gyűlt össze, ezt nagyjából 2100 ember adta, ők pedig 90%-ban a mozgalom támogatói. Az elszámolást majd az alapítvány évvégi beszámolójában lehet megnézni. Sem állami, sem pedig más nagyobb alapítványoktól segítséget nem kaptak. Ez mindössze azért érdekes, mert Demján Sándor szeptember elején 1 millió eurót ajánlott fel a menekült gyerekek megsegítésére, és közleményében ezt írta. A pénzügyi forrás konkrét felhasználásáról a Demján Alapítvány, az illetékes állami szervek és a témával aktívan foglalkozó független civil szervezetek bevonásával dönt. A menekült válsággal foglalkozó legnagyobb civil szervezet pedig a Migration Aid. Kiadásuk is akadt bőven, többek között mintegy 3,5 milliót költöttek telefonszámlára, és 7 millió forintért vettek BKV jegyeket, tehát a segítség elkelt volna. A Migration Aid egyébként a kormánnyal sem volt kapcsolatban, ám ez nem akadályozta őket. Nem tudok róla, hogy hivatalos kapcsolat lett volna köztünk. Azt tudom, hogy a karitatív tanácsba való meghívásunkat határozottan visszautasította a miniszter úr, mert mi egy komolytalan Facebook csoport vagyunk, de igazából nem is volt erre szükség, hiszen így is tudtuk végezni a tevékenységünket. A Migration Aid egyébként a megmaradt adományokat a határokhoz viszi. Beremenden rendezik be új központjukat. Amiből pedig több van, mint szükséges, azt eddig is és ezután is a magyar rászorulóknak juttatják el. Hadházi Fanni, 7/24.